Üdvözlök mindenkit a következő DevRel bemutató videómban. Az előző héten kimaradt ez a videó azért, mert nem igazán volt mit bemutatnom az előző patchben. Eléggé hiányos volt tartalomban, és nem éreztem azt, hogy lenne értelme egy 2 perces videót feltöltenem. De most itt vagyunk, és kijött a nagy patch. Bejöttek a barlangok, és láthatjátok is éppen bent sétálok az egyikben. Ami eszméletlen jól néznek ki. Tényleg zseniálisan jól megcsinálták őket, nekem nagyon tetszik. Vannak hiányosságok, és van egy-két dologgal nekem is problémám, erre mindjárt kitérünk. De most először is nézzük meg szépen ezt a kis elevator cuccot. Tehát ilyen dolgok vannak a barlangban, ezzel fel és le lehet közlekedni. Nagyon hasznos kis dolog, és nagyon jó pofa dolog, hogy belerakták. Bár én szívesebben láttam volna egy olyan verziót, amit craftolni lehet, és igazából bármelyik ilyen részről le tudjuk rakni. Mindegy, ez generált dolog. Tehát ez generáltan automatikusan benne van a barlangokban. Szinte kivétel nélkül mindegyikben. Amit észrevettem az az, hogy nem mindegyik barlang egyforma, tehát ez is ilyen random generált dolog. Amivel nincsen problémám igazából, csak... az a probléma, hogy építési terület nem mindegyikben van egyformán egyenlő mennyiség. Tehát nézzétek, ez itt egy építési terület, ami ki van jelölve, ide lehet építeni. Ez egy 2x2-es bázisnak tökéletes, ugye mondhatjátok, hogy ez nagyon kevés, de várjatok, várjatok, mindjárt kitérünk a lényegre. Tehát ez egy 2x2-es bázis létrehozására teljesen alkalmas. Itt most meg is építgetem nektek, hogy lássátok. Ugye tehetünk bele airlockot, több ajtót, stb. Ezt lehet cicomázni, meg most ugye fába építettem, ez mindegy. A lényeg ezeknek a dolgoknak nem az lenne, hogy egy 2x2-es bázist építs, hanem az, hogy van több ilyen 2x2-es egy barlangban. Van 3x3-as, 4x4-es és 5x5-ös építési terület is. Na most, ugye akkor kérdezitek, hogy miért építeni 2x2-est, ha van 5x5-ös is például. Azért, mert ezek úgy funkcionálnak, tehát csak az építési területen belül lehet építeni. Ezzel lehet vitatkozni, hogy jó ötlete, szerintem annyira nem. De a megoldás, amivel ezt kivitelezik, mégsem annyira rossz. Tehát nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy ha megtalálsz mondjuk egy 3x3-as részt, vagy 4x4-est, az beépíted, és ugye a barlangnak több irányba vannak elágazásai. Na most azokat az elágazásokat pedig 2x2-es részek, itt most azért mondtam le, hogy más is tudjon ideépíteni, ha fel akar jönni erre a szerverre. Tehát azokat a 2x2-eseket arra használod fel, hogy tulajdonképp egy airlockot csinálj. Mert azok a 2x2-esek lefedik a különböző járatokat, amik kívülről bevezetnek a nagyobb 4x4-eset felé mondjuk. És ha befoglalod az egész barlangot minden építési területét, akkor valami elképesztő nagy előnyre teszel szert, mert össze-vissza mászkálhatsz a kisbázisok között. A kisbázisok védik a nagybázisodat, kívülről nem tudnak bemenni, azokon át kell menniük, utána juthatnak el az egyik bázisodhoz, de nem tudják, hogy melyikben milyen loot van. Hiszen ha mozgatod a lootot, például tudod, hogy raidelnek melyik irányból, tudod mozgatni a lootot. Tehát ez a barlang dolog akkor funkcionál igazán jól, hogyha leteszel 2-3 cupboardot minél gyorsabban a vibe után, és befoglalod az egészet. De akkor valami eszméletlen jól fog funkcionálni. Ez az ötlet nagyon tetszik, bár én még mindig azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha... Nem azt mondom, hogy az egészbe lehessen építeni, mert az sok lenne. Tehát nem az egészbe kell építeni, hanem nagyobb részt hagytak volna, tehát nem kijelölt terület, hanem úgy, mit tudom én, nagyjából egy terem. Mint régen egy akkora méretű barlang részt a közepén ki tudsz sajátítani, meg néhány folyosót ki tudsz sajátítani, nem mondom, hogy végig az egészem, de egy bizonyos részeket el lehetne jobban foglalni, annak jobban örülnék, mindegy, így hozták most be ezt. Meglátjuk. Lehet, hogy ezzel még változtatnak, attól függ, milyen feedbacket fognak kapni. Itt most átmegyek egy másik barlangba, mert ebben igazából nem sikerült nagyobb részt találnom. Lehet, hogy én mentem mellette, de... Szerintem az a barlang egyszerűen csak egy 2x2-eset tartalmazott. Úgyhogy most keresünk egy másik barlangot. Ami... Nem tudom, hogy hol van. Hopp, ott volt. Igen. Itt van egy másik barlang. Menjünk be, ebben nézzünk szét.
Hát ez egy elég nagy esés lett volna a valóságban. Na tehát, itt megint van egy 2x2-es, tehát jól láthatjátok, hogy ez itt lefogja, leblokkolja. Pontosabban itt nem látjátok, mert mindjárt visszamegyek. Tehát itt van egy nagy plac, ez azt hiszem 4x4-es vagy 5x5-ös építési terület. Ez tényleg nagy. Mondjuk ide leépíted a bázisod. Ez ha megvan, akkor visszamész ide, és ide csinálsz egy ellokkot. És erről beszéltem. Most azon ugorjunk túl, hogy a másik 2x2-esnél nem találtam meg. Tehát ezeket a barlangokat nem könnyű felfedezni. Rohadt nagyok, és nagyon sok felágaznak. Úgyhogy ezt például solo playernek nem ajánlom, mert nem fogja tudni beépíteni. Ez igazából csoportoknak lett szerintem kitalálva, bár amondó vagyok, hogy a régi barlangok is inkább csoportoknak voltak kitalálva. Hát, ha ügyes voltál szolgóban is tudtál szedni egyet, de nem volt jellemző, úgyhogy ez nem egy egyszerű dolog. Itt valami nagyon érdekes dolgot találtam egyébként. Erre nem is hallottam, hogy lesznek benne ilyen statikus dolgok. Mármint, hogy ilyen épületek. De úgy tűnik, hogy lesznek, és nézzétek csak. Most itt körül fogok világítani. Ugyan textúrák még nincsenek, de ez egy ilyen bunkerszerű dolog lesz. Hát meglátjuk. Ha ebbe is lesznek loot ládák, az mondjuk érdekes lesz. Hiszen aki befoglalja a barlangot, az elég nagy előnnyel indul, úgyhogy ezt nem tudom, hogy gondolják. Egyelőre nem spannol benne semmi. Meglátjuk. Majd kiderül. Szóval ennyit nagyjából a barlangokról. Meg kell hagyni, nagyon pofásak lettek. Az építési technikával én kötözködnék egy kicsit, mint ahogy elmondtam. De nem tartom feltétlenül rossznak sem. Viszont lehetne jobb. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy a közeljövőben ebből mi fog kisülni. Nagyjából erről akkor ennyit, és haladjunk is tovább. Megkerült a játékba a Beretta M92 pisztoly. Nem lehet craftolni. Nem craftolhatom mostantól az MP5 sem, M4 sem. És az M249-es sem, az eddig sem volt kraftolható egyébként. Illetve az MP5-t még kraftolható körülbelül egy hétig valamilyen hiba miatt, javítani fogják, következő héten ki fog kerülni. A pisztoly marha jó lett, nekem nagyon tetszik. Sajnálom, hogy nem kraftolható, viszont airdropból lehet mostantól találni. És ugyanúgy igaz az a többi fegyver is, ami eddig kraftolható volt és ilyen military cucc volt, az mostantól csak kizárólag onnan, illetve azt hiszem, hogy heli, illetve igen, heli lootból is lehet találni, vagyis szedni. A pisztoly nagyon jó, 15%-kal erősebb, mint a személyautó pisztoly, és 50%-kal több lőszer fér bele, ugye itt 5 lőszerrel többről van szó. A recoilt most bemutatnám nagyjából, nézzük, tehát így most nem fogok semmit a fegyveren, ennyit rúg, kb. Semmi. Ha egy picit is rátart a fegyverre, körülbelül így néz ki. Ez tényleg egy minimális rátartás, tehát ezért itt nem egy AK szintű visszarugásról van szó. Nagyon jó fegyver lett, sajnálom, hogy nem lehet craftolni. Ez van, menni kell a helikért és az airdropért. Nagy mennyiségben megnövelték az árat az SK-bát eszközöknek, vagyis a Salvaged Icepicknek és a Salvaged Axe-nek. Ennek az oka az, hogy még mindig ingyen javíthatóak, hogyha ezt kiveszik, és mostantól és onnantól fogva, hogy komponentbe kerül javításuk, leviszik az árát. Csökkentették az árat a különböző kerítéseknek, illetve ablakkereteknek, rácsoknak, ablaktakaró elemeknek. Mostantól mindegyik fel annyiba kerül, és a létrának is kevesebb kötél kell mostantól. A view model bekerült a Satchel Charge, a C4-hez és a föld tesztelő eszközhöz, ugye ami a Mining Quarry-nek a helyét adja meg. Mostantól kezébe veszi a dolgokat és rendesen egyesével dobálja, nem lehet egyszerre rádobni 15 C4-et valamilyen falra vagy ajtóra. Ez egyébként szerintem hasznos dolog, jobban is néz ki és életszerűbb is. Amiről még fontos beszélni, nézzük. Mostantól a kódlok, amikor beírod a kódot, nem nyílik ki,
nem kell kinyitni, visszazárni, kinlogni vele. Először, ha egyszer beírod a kódot, amikor rárakod, tehát a kódlokkot, akkor még sárgán világít, beírod a kódot, kész. Ha valaki más be fogja írni a helyes kódot, nem fog kinyílni. Ezáltal nem fognak tudni letrollkodni téged, hogy megváltoztatják a kódot. Például, hogyha kemperik az ajtódat, és valamelyik társad ki akar nyitni, vagy be akar írni a kódot. Ez jó változtatás. Növelték a mapnak a méretét 3000x3500-ra. Ez nyilván a barlangokkal összefüggésben van. Lényegtelen, ez valószínűleg érezhető lesz, azért mégiscsak nagyobb lett ez a térkép, és mondjuk egy nagyobb szerveren is lehet, hogy könnyebben tudsz majd boldogulni. A Foundation stackelésen egy kicsit variáltak, még mindig működik, de szép lassan ki fogják venni a játékból, mindenki döntse el magának, hogy ez most jó-e vagy nem. Illetve, amit még fontos megemlíteni, az az, hogy a Spear mostantól nem olyan erős, hogyha dobjuk. Erősebb, hogyha... Tehát buffolták azt, amikor rendesen ütsz vele, és nerfelték azt, amikor eldobod. Tehát mostantól nem lesz olyan, hogy odajön egy puci, fejbevág egy Spearrel, vagy max 2-vel, és full gearbe fekszel a földön. Ez megint csak olyan dolog, hogy mindenki döntse el, hogy melyik a jó, melyik a rossz, attól függ, hogy többet vagy a puci, vagy többet vagy a gíres. A... Loot táblázaton is változtattak, mostantól nem lesznek bullshit dolgok az őrládákban, mint például sewing kit, meg hasonló baromságok. Növelték a fém dobási esélyét, és több fémet ad a hordó. Illetve a zöld ládákban javarészt mostantól igazából rendes loot lesz. Valószínűleg pipe-ok lesznek. Tehát a fém csövek, high quality metal és a turretnek a darabjai. Na most itt nem említi azt, hogy a fegyvertestek ebbe a zöld ládába ugyanúgy megmaradnak-e vagy sem. Én remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy fegyvertesteket mostantól mindenhol lehet találni, annak nem örülnék. Meglátjuk, ugyanis tényleg itt a devlogban nem írja. Tehát a zöld láda elvileg csak pipe-okat, high quality metalt és turret darabokat adhat. Most nagyjából ennyi volt a heti update-ben, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis rövidke videó, megpróbáltam minden jobban bemutatni a barlangokat és az új eszközöket, fegyvereket, dolgokat. Nagyjából ez az, ami fontos volt, ezen kívül apróságok még voltak, mindenki el tudja olvasni a playrust.com-on, devlog 138, nyugodtan keressetek rá, akit jobban érdekel, elolvashatja, nyilván ugye angol szöveg, tehát aki angolul tud, annak ajánlom. Úgyhogy ez ennyi lett volna, köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, további szép napot nektek is, sziasztok!